Balerina, filmszínésznő, rendező, jószolgálati nagykövet, mindez felsőfokon. A tatabányai kötődésű Tunyogi Henriettát már nem csak balerinaként jegyzik a világban. Az utóbbi egy évben filmet forgattam, illetve filmeket forgattam, mint színésznő is, mint rendező, társforgatókönyvíró, producer. Úgyhogy ez egy teljesen új terület, és az első kisfilmemet tavaly forgattam Franciaországban, ott, mint színésznő vagyok jelen, ott egy művészfeleséget játszok, akinek a férje depresszióban, és próbálok megtalálni erre a módot, hogy hogyan lehet ebből őt kihozni ebből a depresszióból, és hát a zene szeretete az, ami megoldja ezt a problémát. És ez a film, aminek az a neve, hogy To Music, a zenéhez, múlt héten megnyerte a Roger Ebert filmfesztivált Amerikában. A Cannes-i filmfesztiválon rendezőként mutatkozik be Tunyogi Henrietta. Ennek a filmnek a történetét Paul Cox inspirálta, aki Hollandiában született, de Ausztráliában élő, egy világhírű filmrendező, forgatókönyvíró, és 70 évesen májrákos lett, és átkapott egy májátültetést. És az ő története inspirálta ezt a kis filmet, amit megcsináltunk, viszont mi Super 8-as kamerára forgattunk, és az egész történetnek az eszenciáját azt a 20-as, 30-as évekbe vittük át. Tehát ez szürrealista, avantgárd film. Magyarországon pedig a fellépések mellett jószolgálati nagykövetként tevékenykedik. A Kogárd galériában május 24-től június 1-ig lesz egy kiállítás, aminek az a neve, hogy Kapocs. Itt az önkéntes diákok mutatkoznak be, akik több éve foglalkoznak vakokkal, gyengénlátókkal, akinek táncot tanítanak, vagy autistákkal, szellemi testi sérültekkel. Kiállításon lehet velük találkozni, beszélgetni velük, lehet látni hajléktalanoknak gyönyörű rajzait, fotóit. Tatabányán legközelebb a Déva Gálán üdvözölhetjük Henriettát, balerinaként lép majd fel. Éppen ennek az estnek a megbeszélésén járt Tatabányán. Henny gyakorlatilag az első egy-két évet leszámítva minden Déva Gálán itt volt, vagy egyedül, vagy a férjével, Vásári Tamással. Nagyon örülünk neki, hogy ő minden évben adja önmagát és a nevét ehhez a gála műsorhoz. Henrietta ugye egy híres balettművész, aki bejárja a világot és jó hírét kelti hazánknak, illetve szűkebb hazájának, Tatabányának, mivel azt tudni kell Henniről, hogy tatabányai kötődésű. Úgyhogy mi nagyon örültünk neki, hogy most idén is jelezte, hogy részt venne a Déva Gálán. Henny mellett lehet, hogy zongoraművész férje is fellép a Déva Gálán, amely ebben az esztendőben több meglepetést is tartogat.